Ma még csendes a nézőtér a Menház színpadon. A székek letakarva várják, hogy elinduljon az új évad. A Függöny szeptember 29-én kördül fel újra. A közönség Szulák Andreát és a Dizőz emlékeit láthatja először. Az októberi műsorterv már elkészült, a programban 16 előadás szerepel. Kern András, Göttinger Pál, Csányi Sándor, Jordán Tamás, Vári Éva. Tehát jószerivel tavalyi évben volt 45 produkció. Ebből körülbelül van 30-35, ami idén is lesz egy vetésforgóval. Tehát mindenki jön egy hónapba egyszer, és ez úgy általában elmegy évad végéig, és köztem mindig lesz egy-két, esetleg három új produkció. Ezek közül az egyik a kábítószerfogyasztás témakörét feszegeti. A darabban elsősorban a fiatalabb generációt szeretnék megszólítani és a színházba csábítani. Jön egy Gyáva című produkció, Scherer Péter és Kovács Krisztián szereplésével. Ez egy dolgos fiú és az édesapja története. Nagyon örülnék, hogyha a fiatalok és a gimnazista és egyetemista korosztályú gyerekek szülei jönnének megnézni, ez egy nagyon fontos előadás. Az előadás után egy addiktológussal lehet még beszélgetni, ami külön érdekessége, hogy ez egész drogtörténetet egy kicsikét egészségügyi szempontból is megvilágítja. A fiatalabbak láthatják majd a Kisherceg történetét, terveznek gyengéllátóknak szóló előadásokat is, és lehet, hogy Kulka János a Menház színpadon tér majd vissza a betegsége után, mondta el Gáti Oszkár. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, a 9 hónapig tartó első évadban összesen 127 előadás volt, amelyekre csak nem 10 000-en váltottak jegyet.